A tolna működő forgalomszabályozási munkacsoport lakossági kérésnek eleget téve vitte az önkormányzat elé azt a témát, ne lehessen autóval megállni a Lovarda és a Magház közötti szűk útszakaszon. A forgalomszabályozási munkacsoport már korábban is tárgyalta ezt a lehetőséget, korábban még 2020-ban, de most a felülvizsgálat során 2022-ben is kaptunk lakossági megkereséseket, hogy vizsgáljuk felül a Lovarda udvarba, nevezzük így a területet, parkolást, hiszen az út két oldalán állnak a járművek. Ez egyrészt a járműforgalmat is nehezíti, a kibemozgást, másrészt ugye mind a Lovardához, Magházhoz, Uszodához, illetve a Játszóházhoz csak ezen az úttesten keresztül lehet gyalogosan vagy kerékpárra közlekedni, hiszen nem vezet hátra járda, nem is nagyon tudunk hova kiépíteni, tehát ez az út bonyolítja le a gyalogos forgalmat is. Ezért fogadta el azt a lakossági javaslatot a munkacsoport, és tegnapi nap folyamán a képviselőtestület is, hogy most felújított burkolaton ne engedjük meg a várakozást, a parkolást, hanem hátul az épületek környékén lévő parkolókban biztosítsuk ezt, hiszen mind a Magháznál, mind a Lovardánál, Játszóháznál, illetve az Uszodánál is kellő számú parkolóhely áll rendelkezésre, sőt ugye korábban előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a Játszóház előtt bővítenénk is a parkolóhely számot. Ez azt a célt szolgálja, hogy biztonságosan, kényelmesen lehessen az autókat elhelyezni a Lovarda udvar területén. Azért döntöttünk most augusztusban, és szeretnénk ugye augusztus hónapban bevezetni, mire az iskola szezon, ugye a gimnázium működése elindul, addigra már egy szabályozott keretek között történjen itt a parkolás. Képviselői kérés volt, és ezt fogadta el a testület, hogy a Lovarda bejárata előtt alakítsunk ki, mert ez gyakorlatilag kijelölést és felfestést jelent egy mozgáskorlátozott parkolót is, segítve ezzel az objektumhoz érkező mozgáskorlátozottak parkolását. Az önkormányzat szakemberei szigorúan ellenőrizni fogják a parkolási rend betartását, ígérte Berta Zoltán. Mint arról korábban hírt adtunk, bezárt a Mözsi iskola, ahol az utolsó tanévben csak alsó tagozat működött, és a gyerekek Tolnára járnak majd szeptembertől iskolába. Őket segíti majd döntésével a város önkormányzata. A Mözsi tartózkodási helyen, illetve lakóhelyen rendelkező általános iskolások számára, akik a Tolnai Vosinszky Mór általános iskolába járnak, támogassuk a beutazást, a busszal való beutazást, ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy mind a felsősök, mind az alsó tagozatos diákok részére a havi bérletet megvásároljuk, pontosabban a tankerülettel fogunk együttműködési megállapodást kötni, a tankerület vásárolja meg, önkormányzatunk pedig támogatás formájába adja át az ehhez szükséges forrásokat. Csak az alsó tagozat volt már működött Mözsön, tehát szeptembertől már ez sem indul el, de korábban ugye a felső tagozatosok esetében már működött ez a támogatás, amikor megszűnt a felső tagozat, ezt most az önkormányzatunk visszahozná, tehát mind az alsó, mind a felső tagozatos diákokra vonatkozik. Az év hátra levő részében ez mintegy 300 ezer forintos költséget jelent az önkormányzatunk részére, amit képviselőtestület természetesen egyhangul megszavazott. Néhány hónappal ezelőtt a város megbízásából elkészült a rekultivált egykori szeméttelep felülvizsgálata. A felmérés során kiderült, hogy jelentős hozban közel 400 méteren hiányzik a biztonsági kerítés az objektumról. Ennek pótlására készült előterjesztés. Ennek az újjáépítése szükségszerű, ezt ugye mi a rekultiváció során vállaltuk, ennek fenntartási kötelezettsége az önkormányzatnak a feladata. Saját vállalkozásunktól, a Kft-től kértünk árajánlatot, mint egy 1 millió forintos költséggel vállalkozói díj ellenében a Telena Kft. Fogja a kerítést pótolni, megépíteni, illetve arról is döntöttünk tegnap, hogy kiegészítjük a már az objektumot megfigyelő kamera rendszert, további kamerát fogunk kihelyezni a volt rekultivált telep további pontjait is bekamerázzuk, figyelve azt, hogy reményeink szerint a jövőben ez a kerítés megmaradjon. Ez a szeméttelep bezárásra került, rekultivációra került. Igazából azt kell mondjam, hogy szerencsére kultúrállapotban van. Megszűnt az illegális szemétlerakás is. A szeméttelep, a volt szeméttelep területén egyáltalán nem tapasztaltunk. Az odavezető út mentén sajnos még mindig előfordul illegális hulladék lerakása, de lényegesen kisebb volumenbe, mennyiségbe, mint azt a korábbi években történt. Az önkormányzat eddig is, a jövőben pedig még inkább ellenőrizni kívánja a szeméttelep környékének rendjét, mondta Berta Zoltán.
hiszen így szorítható vissza a környezetkárosítás.